Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Tűzifa. Már lehet igényelni az idei évre a szociális tűzifát Sopronban. Eszterháza. Folyamatosan zajlanak a munkák, az utakat is felújítják az újranyitásra. Sopron zenél. Már biztos, hogy jövőre tolja a Hoffer Zeneiskola az 5. zenei fesztiválját. Áprilisban van lehetőség benyújtani a szociális tűzifa igénylést Sopronban. A szociális alapú támogatási kérelemhez szükséges dokumentumokat a hónap végéig kell leadni. Akik jogosulttá válnak, azoknak várhatóan szeptemberben szállítják ki a megítélt mennyiséget. A helyzetre való tekintettel elképzelhető, hogy ősszel újabb pályázatot nyitnak. Újságban és az interneten is megjelent a felhívás, miszerint áprilisban van lehetőség az idei térre igényelt szociális tűzifa beszerzésére. Sopron közigazgatási területén a tapasztalatok szerint nagyjából 100 igénylő szokott jelentkezni a támogatásért. A pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy április 1 és április 30-a között van erre a benyújtásra lehetőség. Jövedelem és vagyonvizsgálathoz kötött ez a támogatási forma, tehát itt mindenképpen megnézzük a család egyfőre jutó jövedelmét, és sávosan osztjuk a tűzifát, tehát négyzetméterre van behatárolva, hogy kinek hány köbméter adható. Ez 1 és 3 köbméter között adható mennyiség. A szállítást a tanulmányi erdőgazdaság biztosítja, tehát teljesen díjmentes így a lakosok számára. Egyedül a szaporítást kell nekik megoldani, ugyanis ez méterfában kerül kiszállításra részükre. Nem csak az ingatlan tulajdonos fordulhat segítségért, hanem ha valaki albérletben lakik, szintén jogosult lehet a támogatásra. Ehhez azonban az albérleti szerződést is csatolni kell a kérelemhez. Az igényléshez a rendszeresített nyomtatványt kell eljuttatni a szociális csoporthoz. Sopron város honlapján az internetes felületünkön letölthető a nyomtatvány, illetve telefonos kérésre postázzuk is a nyomtatványokat, és a jövedelemigazolásokat, illetve a négyzetméterről szóló igazolást, tehát vagy egy lakbérszerződés, vagy valami tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződést kell csatolni, és az alapján tudjuk elbírálni a kérelmeket. A határozatot azt ugye a benyújtást követően 8 napon belül meg fogja kapni, a tűzifa szállítása az pedig szeptember, tehát az őszi időszakban várható. Az ide vonatkozó rendelet lehetőséget ad, hogy rendkívüli helyzetben akár pótkérelmezési időszakot is indítsanak az önkormányzatnál. A mostani helyzetre való tekintettel elképzelhető, hogy az ősz folyamán újabb igénylési időszakot indítanak. Ugyan a Fertődi Eszterházi kastély és parkjai sem látogathatóak, de a kastélyparkban, a Rózsakertben, a Levendula kertben a kertészeti munkák folyamatosak. Ezekkel egy időben pedig nagyszabású park és tereprendezési munkálatok elvégzésére használják fel a kényszerű zárvatartás időszakát. Így például a Rózsakert sétányai, a Levendula kert útjai új murvaborítást kapva megújultak. Traktorral nyírják a füvet a Fertődi Eszterházi kastélyhoz tartozó Rózsakertben. A kastélyban máskor április végén már javában zajlik az élet, sorra érkeznek a csoportok a vezetett látogatásokra, idén azonban a járvány közbeszólt. A Haydn koncertsorozat indulása és a Rózsakert nyitása is a közeljövőben lenne esedékes, ezek azonban váratnak még magukra. Turistamentes napokat élünk sajnos, és ennek az előnyeit próbáljuk most kihasználni. Olyan módon, hogy azokat a feladatokat, amelyekre korábban nagyon korlátos körülmények között van lehetőség, tehát vagy csak zárvatartási időben, vagy turista látogatási időn kívül, azokat most folyamatosan tudjuk végezni, és természetesen biztonsággal, hiszen olyan feladatok ezek, amelyek az emberek érintkezésének tulajdonképpen nagyon kis esélyét jelenítik meg. Ilyenek ezek a rózsakert rendben tartása, a rózsakert tulajdonképpeni formába hozása, gyomírtása, permetezése, a sétányok kavicsozása és felfrissítése. A kastély turisztikai területén dolgozó alkalmazottak közül többen most a kertészetben tevékenykednek, a rózsakertet és a levendulást gondozzák. Nagyszabású park és tereprendezési munkálatok elvégzésére is felhasználják a kényszerű zárvatartás időszakát Fertődön. Teljes kastélypark sétányait ugyanígy felfrissítjük, tehát a kavicsozás folyamatát megkezdtük,
ami azt jelenti, hogy a sétányoknak is a takaró rétegét munkagépekkel felszedjük, majd az új kavics kihelyezése történik meg. Ezt elvégezzük majd a levendulakertben is, és a levendulakertnek a teljes formába hozása, a szezon előtti gyomírtási, gyomtanyítási munkálatok kerülnek majd most elvégzésre. Ezen túlmenően a levendulakertben egy zöldségkertet is kialakítunk, a saját kolostorunk, a Sopronbánfalvi kolostorszálló konyhai célú felhasználására, amelynek a tervezési folyamata már megkezdődött, és nem sokára a kivitelezési fázisba lépünk. Ugyan az Esterházy kastély nem látogatható, azért nem hagyják látvány nélkül azokat, akik tervezték, hogy felkeressék a magyar Versailles-nak is nevezett kastélyt. Nemrég elkészült az épület legszebb tereinek videója, mellyel virtuálisan bejárhatjuk az épületet, és online tárlatvezetéssel is kárpótolják majd az érdeklődőket. E-mailben és telefonon is várja azoknak a jelentkezését a katasztrófavédelem, akik szeretnének tagjai lenni a soproni hivatásos tűzoltó állománynak. Így a biztos fejlődési lehetőségekben bővelkedő munkalehetőséghez juthatnak és városunkban, valamint környékén élők biztonságát szolgálhatják. A soproni hivatásos tűzoltóságon a megüresedett létszámhelyek feltöltése érdekében a korábbi hónapban meghirdettek egy toborzónapot. Ugyan a körülmények megváltoztak, de továbbra is várják a jelentkezőket telefonos vagy e-mailes megkeresésben egyaránt. Aki tűzoltónak jelentkezik, annak 18. életévét be kell töltenie, egy fizikai, pszichológiai, egészségügyi vizsgálaton kell megfelelnie. Fontos, hogy legyen magyarországi bejelentett lakóhelye, legyen magyar állampolgár, és büntetlen előírettel kell, hogy rendelkezzen. Aki vállalja ezt a szolgálatot, az ezeken a vizsgálatokon túl egy 6 hónapos kiképzésen vesz majd részt, aminek egyik része Körmenden kerül lebonyolításra, a másik része Budapesten. És amikor befejezte a kiképzést, akkor itt a soproni hivatásos tűzoltóságon kell, hogy teljesítsen szolgálatot, 24-48-as időrendben. Fontos tudnivaló, hogy a korábbi években meglévő életkorhatárt eltörölte a törvény, tehát nem csak fiatalokat várnak, hanem akár középkorú személyeket is. Akik csatlakoznak a hivatásos tűzoltósághoz, egyenruhás státuszba kerülnek. Biztos jövedelem vár rájuk egy olyan rendszerben, amely megengedi, hogy tovább tanuljanak, elvégezzenek speciális tanfolyamokat és másodállást is vállalhatnak. Ez a hivatás ideális azok számára, akik késztetést éreznek arra, hogy aktívan segítsenek az embereken. Én azt szoktam erre mondani, hogy olyat csinálunk, amit nagyon kevesen tudnak, vagy akarnak, vagy éppen mernek csinálni, mert kvázi itt a Sopron járás területen több százezer emberért és sok milliós vagyonért felelünk, mint tűzbiztonság, és 80 főse a kirendeltségünknek az állománya. Ez az állapot áprilisra, májusra és júniusra vonatkozik. Ha pedig megváltozik a vírussal kapcsolatos helyzet, feloldják a korlátozásokat, akkor továbbra is szerveznek majd személyes toborzónapokat. Talentum díjpályázatot hirdet a Rotary Klub Sopron Művészeti Tudományos és Szakmai Tehetségdíjak elnyerésére 2020-ban 12 és 25 év közötti fiatalok számára. Nevezni bárkit lehet, akik a település kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, szakmai életében maradandót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el. Emellett a Talentum Mester elnevezéssel díjat, illetve díjazási lehetőséget alapít a szervezet azon felkészítő tanárok, művészek, mesterek elismerésére, akik az évek során bizonyíthatóan tehetséges fiatalokat neveltek fel, illetve képeztek ki, mondta el korábban professzor dr. Fábián Attila, egyetemi tanár, a Talentum díj ötletgazdája Mozaik című műsorunkban. Szeretném hívni az iskolákat, középiskolákat, általános iskolákat, az egyetemet, hiszen a korosztályba mind a három oktatási szint belefér, hogy ha ismeretségi körükben olyan diákok vannak, olyan akár egyetemisták vannak, akik már elértek kiváló eredményeket, és érdemes a város közösségének bemutatni őket, akkor nevezzék be őket, illetve hát léteznek olyan alkotó műhelyek, amelyek intézménytől függetlenek, akár fotóklub, vagy táncművészeti kör, vagy bármilyen képzőművészeti kör, akár a Torony Galéria,
Tehát nagyon sokan vannak a városban olyan kisebb művészeti körök, vagy akár tágabb művészeti körök is, akik nem iskolákhoz kötődnek. Mindennyiüket biztatom arra, hogy nevezzék be a diákjaikat, vagy a neveltjeiket, tanítványaikat, akik nem csak a képzőművészetben, hanem egy-egy szakmában, egy-egy mesterségben értek el kiváló eredményt. Úgyhogy legyenek kedvesek nevezni a fiatalokat, mert megérdemlik. Idén már 5. alkalommal készültek a Hoffer Zeneiskola növendékei, hogy megmutathassák magukat a közönség előtt is. Az élet azonban közbeszólt, így a fiatal zenészek is csak online gyűlhettek össze egy közös dal erejéig. A Sopron Zenél idén az 50 éve alapított Beatles előtt szeretett volna tisztelegni rendezvényét, azonban a szervezők 2021-re halasztották. Már hagyományosnak nevezhető városunkban a Sopron Zenél nyári rendezvény. A fellépők között többen testvérpárok, apa, fia vagy akár három generációt képviselve zenéltek már együtt. A fesztivált június elején szerették volna megtartani, de a közös nagyszínpadi produkcióhoz nélkülözhetetlen, több hónapon át tartó, nagy létszámú csoportos próbák kivitelezése jelen körülmények között nem megoldható. Viszont online azért a tanulók megmutatják magukat. Mivel a főműsor próbája általában nálunk zajlik a suliban, a felsuliban, ezért ugye az iskolában egyben gondolkoztunk azzal, hogy online oktatunk. És akkor, ha már online oktatunk, a gyerekek ugye online megjelennek a képernyőn nálunk is, és mi is náluk, és akkor jött ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha mégse hagynánk ezt így, ezt a dolgot, és hogyha már elkezdtek készülni a Beatles-re, ugye Beatles lett volna Sopron Zenélen a főműsor idén, mert hogy 50 éves jubileumát ünnepli a zenekar, ezért egy idevágó számmal akkor gondoltuk, hogy jó ötlet. A téma tehát az 50 éve alakult The Beatles lett volna, melynek dalaiból állították össze a főműsort. Hogy ne vesszen kárba eddigi munkájuk, ezért készítették ezt a montázs videót, ahol a gyerekek otthonról, a szobájukból játsszák a With a Little Help From My Friends című slágert. A fesztivál idén elmarad, azonban a téma 2021-ben visszaköszönhet. Kár lenne hagyni, tehát hogy ezt úgy tervezzük, hogyha jövőre sikerül megrendezni ezt a fesztivált, mi jövővel számolunk, tehát a jövő évvel, akkor mindenképpen marad a Beatles főműsor, de hát ugye utcazene fesztivál is a Sopron Zenél egyben, tehát ugye nagyon sok zenekart várunk fellépni, meg lett volna idén is, nagyon sok soproni zenekar és soproni kötődésű, és hát ugyanúgy meghívunk vendégeket, mind ahogy mindig is a főműsor színpadára. Úgyhogy jövőre tervezzük, és a Beatles-szel tervezünk a főműsorban. De hogy kik lesznek a vendégek, azt most még nem tudjuk, vagy neveket nem mondanék. Az egyedülálló kavalkádban az évek során 62 soproni és soproni kötődésű zenekar, valamint helyi zenészbarátok közreműködésével több száz fő mutatta meg magát. Köztük sok alkalmi formációban kimondottan erre a koncertre felkészített helyi fiatal lépett színpadra. Betekintést nyerhetünk egy gólya család életének ritkán látott fejezeteibe. A fertőhomoki fészekhez kihelyeztek egy kamerát, amelyet a nap 24 órájában követhetnek az érdeklődők. A madárfészekben zajló eseményeket pedig az időkép.hu weboldalon lehet figyelemmel kísérni. Az izgalmas felvételekből kiderül például, hogy a fészekben 2 gólya lakik, és már egy tojás is felbukkan, amelyre gondosan ügyelnek a madarak. Az állatok nem unatkoznak, folyamatosan építik az otthonukat. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik. Ezt követően Hajrá Sopron című sportmagazinunk ismétlése következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Kedden sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A hűvös reggelt követően délutára 14 és 20 fok közé melegedhet a levegő. Szerdán ragyogó napos idő várható, szintén csapadék nélkül. Az északkeleti szél többfelé élénk lehet. Az Alpok alján előfordulhat gyenge fagy,
majd délután 15-21 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Csütörtökön szintén szeles, száraz, jobbára napos időnk lesz.